Az orra is betörött annak a 12 éves fiúnak, aki Bátapátiban biciklizett, majd elesett. Egy 30 éves kerékpáros is súlyosan megsérült Bogyiszló külterületén az aszfaltborítású töltésen, amikor elvesztette az egyensúlyát és elesett. Az elmúlt időszakban több kerékpáros szenvedett balesetet Tolna megyében. Legutóbb Bátaszéken ütközött egy biciklis egy autóval. Itt a kerékpáros szabálytalankodott, mivel a kerékpárút végéhez érve keresztbe áthajtott az úton, és a védett úton közlekedő autóval összeütközött. A balesetben senki sem sérült meg. Három évvel ezelőtt azonban nem volt ilyen szerencséje annak a kerékpárosnak, akit egy autó ütött el Szekszárdon. A baleset a Damjanics utca szekszárdi elkerülő szakaszán, a felüljáró és a Kesselyűsi út találkozása közötti szakaszon történt. A mentők próbálták újraéleszteni a férfit, de már a helyszínen életét vesztette. Komlósinék is, Anett, a Tolna megyei rendőrkapitányság szóvívője azt mondja, ilyenkor nyáron megszaporodnak a biciklis balesetek, ezért minden közlekedésben résztvevőt fokozott óvatosságra és a szabályok betartására int. Az egyik ilyen szabály, hogy a biciklisek kötelesek a kerékpárúton haladni ott, ahol van. Ha pedig nincs ilyen kialakítva, akkor bizonyos esetekben a járdán is biciklizhetnek. Abban az esetben, hogyha az úttest nagyon nagy forgalmú, én például a Tarcsai Vilmos utca, ahol ugyan van kerékpárút egy részen, de ahol nincsen, ott mehetnek a járdán, csak kizárólag úgy, hogy a gyalogosokat nem zavarják, illetve betartják a sebesség határokat, maximum 10 km/órás sebességgel közlekednek a járdán. A kerékpárosok minden egyéb esetben az úttesten kötelesek közlekedni, a jobbra tartás szabályainak betartásával. Fontos regula továbbá, hogy lakott területen kívül 12 éven aluli gyermek csak felnőtt jelenlétében biciklizhet. Láthatósági mellényt és egyéb védőeszközöket pedig javallott viselni. Ha valaki lakott területen kívül, sötétben, nem megfelelő látási viszonyok között közlekedik, akkor kötelező a mellénynek a használata. Azonban nagyon ajánlott az, hogy mindenki védőfelszerelésként bukós isakot használjon, hiszen az megóvhat bennünket az esetleges sérülésektől, illetve akár a tragédiáktól is. 2019-ben közel 300 sérüléses baleset történt Tolna megyében, ezekből 34 esetben volt a kerékpáros a felelős a balesetért. Idén pedig az első 6 hónapban történt 115 sérüléses balesetből 18 esetben okozta a biciklis a balesetet.